Kedves velünk tartók, akik nem akarnak egyedül lenni, és most nem is lesznek egyedül, mert itt van Dóri, és jó magam, Csaba. Elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amitől egy picikét azért megremeg a gyomrunk, megmondom őszintén és férfiasan, hiszen ez az első ilyen bejelentkezésünk, beszélgetésünk, amelyel, ahogy a beharangozóban is mondtuk, örömet szeretnénk szerezni. És még sok minden más, ami akkor elhangzott. Millió téma jelent meg előttünk a felkészülési szakaszban, és úgy gondoltuk, hogy az első az mégis talán leghelyesebb módon az lenne, amikor a segítségkérésről, a segítségnyújtásról és a hozzá kapcsolódó dolgokról beszélgethetnénk. Igen, annál is inkább, mert hogy ez a téma, ez mindenkit érint. Beszélhetünk itt akár gyerekekről, felnőttekről, idősekről is egyaránt. Ez egy olyan dolog, amit gyerekkorunk óta figyelünk és tanulunk, mert hogy látjuk a felnőtteket magunk körül, hogy ők ezt hogyan csinálják, és nyilván ez egyfajta mintaként ott van előttünk, és ez azért meg tudja határozni azt, hogy mi később ezt hogyan fogjuk jól, vagy éppen nem jól csinálni. Viszont mindenképpen érdemes arról beszélni, hogy ez egy tanulható folyamat. Egyébként ez engem meglep, hogy ez egy tanulható folyamat. Az. Pedig az. Az. És a gyerekek azok alkalmazzák már a segítségkérést? A gyerekek, ők nyilván először csak ellesik, vagy megfigyelik azt, hogy ezt a felnőtt hogy csinálja. Nagyon érdekes azt látni egyébként, hogy amikor olyan szülő van egy gyerek mellett, aki számára ez teljesen automatikus és teljesen evidens, hogy ha valami van, akkor segítséget kérek, és ha hozzám fordulnak, akkor segítséget nyújtok. Nyilván a gyerek is ezt fogja látni, ezt fogja elsajátítani, és az ő számára is lehet ez ennyire természetes. Mégpedig, hogyha olyan családba születik bele ez a gyerek, ahol valamiért vonakodnak attól, hogy segítséget kérjenek akár, vagy nyújtsanak, akkor ő is ezt fogja tovább vinni, és ő is ugyanabban a fajta megrekedt állapotban maradhat, mint ahol a szüleik voltak. Tehát, hogyha az a minta, hogy segítséget kérnek, akkor az a gyerek tudja tovább vinni azt a folyamatot, és hogy ő is megtanulja már gyerekkorban a segítségkérést, és a segítségnyújtást is valószínűleg. Ebben az a jó egyébként, hogy ez válhat egy teljesen természetes folyamattá, és ez lenne a jó egyébként, hogyha ez minden embernél így lenne, hogy ugyanolyan természetes lenne, mint ahogy elmegyünk kezet mosni. Mert hogy egyébként meg semmiben sem különb ennél, bármennyire is abszurd a hasonlat, de tényleg ez ennyire egyszerű lehetne. Csak mégis valamiért a bennünk lévő hiedelmek, a bennünk lévő negatív tapasztalatok vagy élmény nagyon rossz irányba tudnak minket elvinni. És azért ezek olyan témák, amik alapjaiban határozzák meg az összes életterületünket, mert hogy segítségre bármelyik életterületen lehet szükségünk, és azért gondoljunk bele, hogy csak ezen, hogy tudok-e segítséget kérni, vagy segítséget nyújtani, vagy elfogadni, azért sorsok bukhatnak, vagy éppen jó dolgok jöhetnek létre. Ez biztos így van. Most így gondolkodtam azon menet közben, amikor így beszéltél és figyeltem rád, hogy nem felejtette el a világ segítséget kérni. Néha az az érzésem, hogy annyira zárkozottan váltunk, olyan kevés a kommunikáció, nem beszélünk egymással, hogy ezt a problémánkat, a jellegű problémánkat is nagyon-nagyon nehezen tudjuk kinyilvánítani, elmondani valakinek. Biztos megjelenik egy félelem is az emberben. Tehát én először voltam, hogy amikor valakitől segítséget kellett kérnem, akkor tartottam tőle, hogy Isten, mi lesz most? Igen, ugye a segítségkérésnél az lehet visszatartó erő, amit te is mondtál, hogy megjelenhet egyfajta szégyenérzet. Hogyha megtudják azt, hogy nekem mondjuk miben kéne segítséget kapnom, vagy mi az az élethelyzet, amiben benne vagyok, és amit nem tudok megoldani, akkor ehhez kapcsolódik-e szégyenérzet, vagy kapcsolódhat-e mondjuk az, hogy elítélnek engem azért, mert nem tudom egyedül megoldani ezt a problémát, vagy egyáltalán hogyan keveredtem ebbe a helyzetbe, hogy nekem arra a segítségre szükségem lenne. Most Dóri, az ember meg tud oldani egyedül problémákat. Én volt az élet szakaszom között olyan, amikor nem voltam vidám, amikor nehéz helyzetben voltam, mindenki van így. És akkor megpróbáltam könyveket a kezembe venni, és azt olvasgatni, vagy zenéket hallgatni.
Akkor a segítséget nyújtott, de végső segítséget nem adta meg. Tudott egy túlélést biztosítani, meg érzéseket emocionálisan tovább lendíteni, de mégis a végső valahogy vagy nem jelent meg. Igen, ezek inkább arra szolgálnak szerintem, hogy átlendítsenek bizonyos pontokon, vagy bizonyos napokon, amikor azt érzed, hogy most tényleg összecsaptak a fejed fölött a hullámok. De végső megoldást azt nem biztos, hogy egy zenéből, vagy nem biztos, hogy egy könyvből fogsz kapni. Nagyon divat lett mostanában az, hogy olvassunk mindenféle olyan önismereti, meg egyéb könyveket, amik ugye segíthetnek bennünket abban, hogy másképp lássunk rá az életünkre. Nagyon sok előadás szól most erről, nagyon sok videó, főleg így ugye a bezártság kapcsán nagyon sok videóanyag is készült. Hát most a Covid-ra gondolunk. Igen. De hogy ezek hozhatnak aha élményeket, hozhatnak felismeréseket, hozhatnak olyan ötleteket is akár, gyerekneveléstől kezdve bármilyen témában, ami tényleg jó lehet, és tényleg felhívhatja a figyelmemet olyan dolgokra, amikre én nem gondoltam. Viszont ez akkor lesz csak valódi segítség, hogyha én ezt átültetem a hétköznapjaimba, az aktív cselekedetembe. És hogyha én ezt kipróbálom élesben, a valóságban, hogy ez most tényleg jó, tényleg az én helyzetemre megoldás lehet-e, vagy nem. De ameddig én ezt nem próbálom meg, addig ez nem megoldás. Addig ez csak egy ötlet, vagy egy javaslat, vagy egy jó tanács. De most akkor így gondolkodhatunk a lelki problémákon, pszichbéli problémákon, és még korábban nyilván beszélgettünk ezekről a dolgokról, hogy így nem merne az ember ideülni egy mikrofon elé, és akkor ilyenről nyilatkozni, vagy beszélgetni, hogy nyilván a mai világban akár egy vízvetékszerelőnek, egy ilyen problémának, egy profán módon a megkeresése is eljuthat odáig, hogy én ezt nem tudom megoldani, nem tudom megjavítani, és nem csinálok butasságot vele, hanem megkeresek egy szakembert. És ez épp úgy, ahogy mondtad, ez nagyon fontos a lelki problémáknál, vagy érzelmi problémáknál, hiszen erről is nagyon sokat beszélgettünk, és nem csak veled, másokkal is, te is nagyon sok emberrel beszélgetsz, hogy és erre megint talán közhet is mond az ember, hogy rengetegen olyan gondokkal küzdenek, hogy nem mernek megszólalni, nem mernek beszélni, nem mernek beszélgetni. Ez valahogy eltűnt az életünkből az egész. Ott vagyunk az interneten, csetelünk, mindenféle olyan kommunikációs formákat használunk, amelyből a személyesség valahogy kiveszik. Tehát a hang például, az eltűnik, nincsen meg benne. Igen, én azért nagyon szeretem a személyes jelenlétet, és jobban hiszek a személyes jelenlétben, mint bármilyen más formában, mert hogy a személyes jelenlétnek azért van egy olyan varázsa is, hogy nem csak az elhangzott szó az, ami átmegy a másikhoz, hanem látja a szemedet, látja azt, hogy milyen testtartással ülsz, látja azt, hogy milyen mögöttes tartalmak és mögöttes érzelmek lehetnek például azok mögött, a mondatok mögött, amiket te kimondasz, és lehet, hogy mondjuk ráérezhet arra is, hogy te egyébként már hónapok óta gyötröd magad ezzel a kérdéssel, és voltak át nem aludt éjszakáid, és látja azt, hogy mennyire szenvedsz ettől az egésztől, és biztosan másképp fog segítséget nyújtani, mint akkor, amikor ezt csak leírod egy üzenetben, hogy figyelj nekem, ez is ez a gondom. Én pont olvastam a múltkor egy ilyen netes felületen, hogy akkor most már én is erről beszéljek, hogy 30%-kal magasabb az aránya abban az esetben a sikernek, hogyha személyesen kér az ember segítséget. De számomra ez megdöbbentő volt. Ebből is talán az van, hogy félnek az emberek. Tehát van egy szégyenérzet bennük, hogy igen, most Atya Úristen, elmegyek oda, akkor igen, mi fog történni? Megszólnak engem, most igen, akkor bolondnak néznek? Vagy. Igen, meg hát itt azért sok embernél az is felmerül, és ez mondjuk inkább a férfiaknál szokott probléma lenni, hogy... Férfiaknál? A férfiaknál. Nem is az, ha a gondolat végére rájössz, hogy mire ők kimondják azt, hogy nekik bármiben is segítségre van szükségük, addigra ők lejátszák magukban azt a meccset, hogyha ők ezt bevallják, akkor ők ettől gyengék lesznek, hogy ez mennyire férfias, vagy mennyire nem férfias. Viszont itt hadd védjem meg a férfiakat, akik mondjuk így hozzám járnak, hogy a férfiak sokkal nehezebben szánják rá magukat arra szerintem, hogy segítséget kérjenek. Tehát a nő, tehát az én tapasztalataimról beszélek csak most. A nők sokkal előbb kérnek segítséget, viszont amikor egy férfi eljut odáig, hogy segítséget kérjen,
akkor és eljön, és megkapja a segítséget, akkor ő abban olyan szinten beleáll, hogy pillanatok alatt meg tud oldani dolgokat. A belálláson te azt érted, hogy akkor nem csak az történik, hogy ti beszélgettek, elmondja magáról, hogy milyen élethelyzetben van, mi az, amit gyötrémi, amit túl szeretne lépni, hanem ez a beleállás azt is jelenti akkor ebben az olvasatban, hogy ő neki áll otthon dolgozni vele, vagy ebben igen, tehát megteszi magad. Azokat a lépéseket, megcselekszi azt, ami tudja azt, hogy az ő folyamatát előre fogja vinni. Míg a nők, azok hamarabb kérnek segítséget, viszont valahogy kicsit olyan kisebb lépésekben, ha ők is lassabbak. Haladnak. Nem lassabbak, csak... Most elnézést kérek, kedves hölgyek. Nem, tehát hogy nem is azt mondom, hogy lassabbak, hanem inkább azt mondom, hogy nem várják meg azt, hogy akkora nagy legyen a probléma. Előbb jönnek. Aha. Igen. És olyan különbséget, csak így gondolkodom rajta egy menet közben, most teszem be, hogy tehát van különbség nyíltságban. Tehát az, hogy férfiak és nők között? Hogy kik a nyíltabbak. Tehát ilyet nem lehet megállapítani. Hát figyelj, van olyan, hogy vagy mondjuk éppenséggel félre akarnának téged vezetni? Persze, hogy ne lenne. A férfiak azok szerintem sokkal nyíltabbak, tehát amikor ők már idejönnek, akkor ők már tényleg elmondják azt, hogy miért is jöttek ide. Tehát ők nem fognak itt nekem színészkedni, meg semmit csinálni. A nőknél ez nem így van. Tehát a nők azok, amikor leülnek ide, akkor azért elmondják azt, hogy hú, egyébként az én életemben minden rendben van, és minden teljesen tökéletes, csak ez esetleg probléma, aztán a fél óra elteltével kiderül, hogy hát azért egészen más helyzetekben is vannak problémák az életében. De hát nincs ezzel baj, tehát hogy azért vagyok én is, meg vannak rajtam kívül nagyon sokan mások is, akiknek tényleg ez a dolgunk, ez a hivatásunk, hogy segítsünk. Mindenki a saját folyamatát lassítja le, vagy éppen állítja meg azzal, hogyha elmegy egy segítőhöz, és ott nem őszinte. Tehát ennél nagyobb butaságot csinálni szerintem nem nagyon lehet, mint hogy elmegyek valakihez segítséget kérni, és akkor ott nem mondom ki tényleg őszintén azokat a dolgokat, amik egyébként meghatározzák azt a problémát, amivel küzdök. Most, ha megnézi az ember azokat a problémákat, amelyekkel téged megkereshetnek, vagy én is nagyon sok emberrel beszélgetek, attól függetlenül, hogy az emberek nincsen semmiféle végzettsége, csak megpróbál egyszerűen meghallgatni valakit, akkor én azt veszem észre, hogy olyan óriási skálán mozog ezek a segítségkéréseknek, vagy a beszélgetéseknek a témája, hogy megdöbben az ember. De valahol azért mégis inkább az emberi érzések azok, amelyek a fókuszba kerülnek legjobban, és van nagyon sok szomorúságot, és hát most nagyon csúnyán fogalmazok, hazugságot lehet ezekben, vagy önmagát becsapó emberekkel találkozni. Tehát ilyenek vagyunk valamiért, ilyenekkel lettünk. Igen. Nehéz dolog ez. Nehéz ezekről a dolgokról beszélgetni. Szerintem ezek a baráti beszélgetések, vagy ismerősök között zajló beszélgetések is nagyon nehezek. Azért fontos egyébként ezekről a dolgokról beszélgetni, és ezt mindig el szoktam mondani itt a vendégeimnek is, hogy ameddig ezeket a dolgokat nem mondjuk ki, mert a szőnyeg alá söpörjük, vagy mert azt gondoljuk, hogy most éppen nincsen felszínen és nincsen aktualitása, attól függetlenül ezek az érzelmek, ezek a traumák, amiket, vagy bármilyen félelem, vagy bármi, ami bennünk volt, az ott dolgozik bennünk, és minden nap meghatározza a mindennapjainkat. És nem is gondolnánk azt, hogy ez mennyire tudja befolyásolni az életünket, de tudja. És erre akkor jönnek rá az emberek, amikor egyébként megoldódik az a helyzet. És utána ők lepődnek meg rajta a legjobban, hogy mennyire tud fordulni egy emberi élet. És akkor jönnek rá, hogy úristen, hát ez sokkal előbb kellett volna már megoldanom. De ez kell a tevékenység, te maga a tevékeny hozzá. Igen, meg hát a kommunikáció. Igen, a kommunikáció. Hogy én merjem kimondani azt, hogy merjek segítséget kérni, hogy ne legyen bennem az az érzés, hogy akkor most én kérek segítséget valakitől, akkor mit fog cserébe kérni tőlem. Tehát az első az, hogy fölismerem, ugye? Felismerem azt, hogy már van valami problémám, érzem, egy szenvedek valamit. Nem biztos, hogy mindig meg tudjuk fogalmazni azt, hogy mi a problémánk. Csak van bennünk egy érzés azzal kapcsolatban, hogy valami nem jó.
És ez már egyébként önmagában elég ahhoz, hogy én elinduljak valamerre. Tehát nem kell nekem diagnosztizálnom saját magamat, vagy megállapítanom, hogy nekem egyébként az a bajom, hogy ez is ez történt velem, hanem egész egyszerűen csak érzem azt, és ezt érezzük. És nem kell megvárni azt, hogy ennek fizikai tünetei lesznek. És az a fizikális élet érezni. Tehát nem alszik az ember, éjjel kiveri a víz, és így tovább. Igen. És millióan szenvednek ettől igen. is. Tehát... Igen. Tehát nem kell pontosan tudnom azt, hogy nekem mi a bajom, egész egyszerűen csak fel kell ismernem azt az érzést, hogy valami nem jó. És amikor én ezt az érzést felismerem, akkor kell segítséget kérni. És ott, hogyha ezt egy hivatalos embertől, tehát egy hivatásos embertől kérem, akkor az az ember fog nekem tudni segíteni abban, hogy kibogozzuk, hogy egyébként miért van bennem ez az érzés. Uh-huh. Jó, tehát hogy ez az ő dolga, hogy ebben segítsen uh-huh. engem, nem nekem kell erre rájönnöm. Egyébként ez a segítségkérés az emberiséggel egyidős, tehát az egész történelem folyamán, hogyha visszatekintünk, akkor mindig is ott volt, hogy különböző vallásokon keresztül, most egyiket sem kiemelve, mindig ott voltak azok, akikhez odafordultunk. És az ember ugye most akkor éppensége lehet ateista vagy hívő, mindegy, hogy miben, akkor nem egyszer odafordult abba a magasságbélihez, fogalmazzunk így, hogy őtől is segítségkérjen. Tehát valahol itt is bennünk van már az a segítségkérés. De most visszaugorva az egészet, eljutottunk odáig, hogy segítséget kérünk szakembertől. Igen, itt azért jöhet még egy ilyen gondolat, hogy van-e kitől segítséget kérnem. Tehát, hogy van-e tényleg olyan ember, aki tudna nekem segíteni. Mert hogy ezt is nagyon sokszor érzem, és nagyon sokszor kapom meg egyébként ezt a kérdést, amikor bejelentkeznek hozzám, hogy szeretnék jönni, szeretnék segítséget kérni, de nem tudom, hogy te nekem tudsz-e segíteni. És akkor így lehet, hogy 2-3 szóban elmondják, hogy mi is az ő érzetük, vagy mi az ő problémájuk, de sok emberben felmerül ez a kérdés, hogy nem tudom, hogy kihez forduljak, nem tudom, hogy ki lehet, vagy mi lehet az a módszer, vagy ki lehet az a segítő, aki fog tudni nekem segíteni. És ez is nagyon sokakat visszatart attól, hogy merjenek segítséget kérni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden embernek meg kell találnia maga köré azokat az embereket, és nem egyet, nem kettőt, hanem azért úgy többet, akikkel ő jól tud együtt dolgozni ezeken a problémákon. Ez mit jelent, hogy együtt dolgozni? Hát akkor, hogy átbeszéljük az egészet, körbenézzünk, megvitatjuk, stb., és utána jön a házi feladat, most nagyon-nagyon profán, hogy fogalmazni, hogy ezt otthon neked meg kell csinálnod, ezen gondolkodjál, és ez az együtt dolgozás. Amikor benne vagyunk egy élethelyzetben, és segítséget kérünk, akkor nagyon sokszor ismeretlen segítőkhöz megyünk el, akiket lehet, hogy a magánéletünkből sem ismerünk egyébként. Itt van egy bizalmatlanság, mert félelem, meg hogy... Igen, ez sokszor előfordul, igen. És nem is biztos, hogy elsőre egyébként tényleg ahhoz a segítőhöz fogunk elmenni, akivel én egy hullám hosszon vagyok, akivel én közösen jól tudok együtt gondolkodni. De sokat számít, nem? Rengeteg. Igen, és sok olyan ember is van, aki, hogyha először van egy negatív tapasztalata, akkor feladja. És utána és akkor megjön rajta egy évet, vagy két uh-huh. évet, és akkor, amikor már még nagyobb a baj, akkor esetleg megpróbál valaki máshoz fordulni. Tehát nálam is sok olyan ember megfordul, aki mondja azt, hogy volt itt, meg volt ott, de hogy, és nincs ezzel semmi baj, hogy most valakivel nem jövök ki, hát ez a magánéletünkben mindenhol így van, tehát ez teljesen hát normális. Van a szimpatikus, nem szimpatikus, valakivel egy hullámhoz tudok kerülni. Van, igen. Viszont az, hogy én megkeressem azt az embert, akivel én tudok együtt dolgozni, az az én felelősségem, meg az én érdekem, hogy ezt megtaláljam. És amikor viszont megtaláltam ezt az embert, akivel én tudok jól együtt dolgozni, akkor viszont éljek ezzel a lehetőséggel, akkor viszont forduljak hozzá segítségért, és tényleg haladjunk előre, és oldjuk meg szépen lépésről lépésre a dolgaimat, amik megoldásra várnak. Ez egy folyamat. Tehát akkor az biztos volt már olyan, hogy akkor egy beszélgetés, és akkor tovább lépett az ember, de én inkább úgy képzelem, hogy ez egy folyamatos munka az embernek, ahogy beszélgetésekről haladni, otthon saját magában is rendeznie kell. Hát meg abban gondolj bele, hogy folyamatosan érnek minket hatások kívülről. Tehát, hogy oké, hogy most megoldok valamit, de jövő héten úgy is történik velem valami más. Tehát, hogy meg ahhoz mi is változunk, mi is fejlődünk, az egész életünk változik, mindig más helyzetekben, más munkahelyekben, más családi állapotokban vagyunk. Tehát
más az életkorunk, más az élettapasztalatunk, más a rálátásunk az életünkre. Tehát innentől kezdve, meg szerintem az egész életünk egyébként egy tanulási folyamat. Tehát az egész életünk arról szól, hogy meg kell tanulnunk dolgokat. És hogyha ebben kapunk valakitől egy külső segítséget, akkor az csak sokkal inkább leegyszerűsíti és megkönnyíti a mi dolgunkat ebben az előrehaladásban. Tehát akkor olyan szempontból ez sokkal előnyösebb, amit én nem látok meg saját magamban, mert benn vagyok abban az élethelyzetben. Lehet, hogy éppenséggel 10 év múlva, 10 évvel öregebben másképpen oldanám meg. De abban az adott pillanatban nem látom pontosan. Azt gondolom, hogy látom, de valószínűleg a külvilág számára, akik ismernek, vagy éppenséggel látják, hogy problémával küzdök, azok tudják, hogy én ezt nem tudom megoldani. Ilyenkor lenne szükséges az, hogy valaki, mit tudom, teljesen külső személy, lehet ez akár ismerős, de ilyenkor talán hasznosabb az, hogy nem egy barátnő, hanem egy szakember az, akivel leülünk, és megnézzük azt, hogy megnézi azt, hogy igen, most te itt vagy, ebben a problémában vagy, és rosszul látod. Másképpen kellene kezelni, másképpen kellene hozzányúlni. Igen, és az, hogy ismerős vagy ismeretlen. Az jobb, hogyha ismeretlen, nem? Azért jobb, hogyha ismeretlen, mert hogy teljesen kívülálló tud maradni a szituációban. Tehát érzelmileg nem érintett ebben a helyzetben. Tehát most akkor bocsáss meg, szabadon válok, nekem azért rossz szokásom, de ez most az első alkalom a mai beszélgetésben, hogy én is sok emberrel beszélgetek, te is mondtuk már, hogy én az én oldalamban teljesen autodidakta módon és hozzá nem értőként, és akkor az ember megijed most, hogy mondtad, hogy nem vagyok szakember, és lehet, hogy butaságot mondok. Kettő, ugye itt az is előfordult, amikor a barátnővel beszélget, akkor végül saját magát mondja el a másiknak, a saját maga problémáját, hogy én is éppen saját magamat mondom el, és nem neki segítek, hanem arról szól az egész, hogy na most akkor jól kibeszéltem magamat, és akkor valakinek kiönthettem a szívemet, gondomat, bajomat, bármit. Igen, ez is fontos egyébként, hogy azt a fajta első felindulást, azt a fajta dühöt, vagy sértődöttséget, vagy bármit, ami bennünk van egy szituáció kapcsán, azt így egyszerű, így öntsük ki magunkból. Erre tök jók a barátok, meg a barátnők, hogy ez így megvan. Akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy barát vagy barátnővel beszélgessük meg ezeket a dolgokat, amikor az a barát vagy barátnő tényleg a saját félelmeit, a saját hitrendszerét, a saját gondolatmenetét tudja ránk nyomni, és el tud minket vinni egy útvesztőbe. Míg, hogyha ez egy kívülálló személy, aki tényleg abszolút nem érintett semmilyen szempontból, sem érzelmileg, sem semmilyen érdeke nem fűződik a végeredményhez, ő egy egészen más nézőpontból tud rálátni. És ugye nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy amikor kívülről kérünk valakitől segítséget, akkor ez nem olyan típusú segítség lesz, hogy a segítő azt fogja mondani, legalábbis jó esetben, tehát hogy szerintem ilyenekhez érdemes fordulni, aki nem azt fogja mondani, hogy neked már pedig ezt és ezt és ezt kéne csinálnod, hanem egész egyszerűen benned hoz föl egy olyan képességet, hogy te kezdjed el másképp látni, és te kezdjed el megoldani a te saját problémádat. És onnantól kezdve fogsz te sokkal könnyebben beleállni a saját életedbe, és onnantól kezdve leszel te egy aktív szereplője a saját életednek. Ez az egyébként gyerekeknél még inkább így van, mert hogy például a gyerekek meg a fiatalok, főleg ugye a kamaszok, meg aztán pláne nem fogadják el a szülőktől, vagy a közvetlen családi környezetből érkező nézeteket vagy gondolatokat, viszont hogyha egy idegentől hallják, még hogyha pont ugyanazt mondom egyébként, mint amit a szülei mondtak, tőlem sokkal jobban elfogadja egy kívülállótól, mint attól a családtagtól, aki ott van körülötte. Uh-huh. És a segítőknek van segítője? Hogyne lenne. Tehát neki is szerintem kell... a jó se. Szerintem igen. Igen. Neki is kell tréningezni magukat. Persze, hát mi is ugyanúgy emberek vagyunk, tehát minket is érnek ugyanúgy hatások, nekünk is ugyanúgy dolgoznunk kell a saját életünkön, a saját félelmeinken, ami szerintem ez egy kiinduló pont, hogy legyen a segítő körül is segítő. Igen. Tehát ott tartunk, hogy segítségkérés. A szégyenérzetet is leküzdötte, igen. Aki leküzdötte. Igen. És akkor érkezünk el a következő etaphoz, a segítségnyújtáshoz, hogyha jól gondolom. Vagy van előtte valami még? Igen, én a segítségkérésnél még azért mondanék egy-két gondolatot, mégpedig azt, hogy amikor ugye tudja azt, hogy neki mit kéne tennie,
mert hogy kapott külső segítséget, tehát pontosan látja, és a gondolata is megvan, sőt, akár egy listája is van, hogy egyébként mit kéne tenni az életében, de nem teszi meg. Tehát ilyen is nagyon sok van, és akkor utána csodálkozunk rajta, hogy miért nem haladnak előre a folyamatok. Pedig én voltam segítőnél, én elmentem pszichológushoz, vagy elmentem bárhova, de hogy mégsem haladnak előre a folyamatok. Persze, mert egyébként te nem álltál bele abba, hogy valóban a cselekvéseiddel tegyél is bármit is. A másik fontos dolog az az ilyen mártír típusú embereknek a jellemzője, akik ugye nem mondják ki azt, hogy pontosan ők szeretnének segítséget kérni, és miben várnának segítséget, csak olyan elbeszéléseik vannak, hogy egyébként meg milyen nagy a fű az udvarban, de azt nem mondják. Én tudják is magunkat, hogy jó, sajnálni rajta. Persze, persze. És ez kényelmes, hogy sajnálni magunkat. Ezt működtetni. Ez azért főleg ilyen szülő-gyerek kapcsolatokban, vagy akár főnökbeosztott kapcsolatban, ez nagyon jellemző és nagyon sokszor előfordul. Ők sem vesznek részt ugye aktívan a saját életükben, nem tesznek sem cselekvéssel, sem pedig a kommunikációjukban nem tesznek semmit sem. És ugye ahelyett, hogy megköszönni azt, hogyha neki esetleg segítenek, még nem az lesz, hogy akkor jön egy köszönöm a végén, hanem az lesz, hogy akkor kiosztja a következő feladatot, vagy a következő... Tehát az egész életről szól nagyjából, hogy akkor én segítséget kérek, és akkor még nagyon szomorú is vagyok, igen, hogy nekem megint nem segített senki, igen, és megint kérnem kellett, igen, és nem vette észre senki. Igen, és hogyha ezt nem segítenek neki, akkor pedig nagyon jó kis lelkiismert furdalást tud gyártani a másik emberben, tehát eléri azt, hogy te érezd magad rosszul azért, mert egyébként nem segítettél neki. Oh. Igen. És akkor... És hát akkor... most vannak ismerősök itt körülöttünk, ugye? Igen. Kettes hallgatók. Igen. Viszont van olyan is, aki végül belátja azt, hogy ez a legjobb megoldás, hogyha ő segítséget kér, és hogyha akár ismerőstől, akár ismeretlentől, de hogy szépen beleáll ebbe a folyamatába, és minél többször gyakoroljuk ezt egyébként az életünkben, lehet ez a legapróbb dolog is. De most a hétköznapi segítségkérésről beszélünk. Igen, hogy nem tudom, el kell lapátolni a havat a házam előtt, vagy bármi. Tehát, hogyha ebbe így szépen lassan ezt elkezdjük gyakorolni, mert ezt gyakorlással fog egyre természetesebbé válni, akkor ezt meg tudjuk tanulni, és sokkal könnyebb, és sokkal természetesebb, mint az előbb is mondtam, sokkal természetesebb, és a mindennapi életünk részévé tud válni az, hogy tudunk, és merünk is. És úgy, hogy a másik nézet, hogy én kihasználom. Igen. Tehát itt egyébként a kommunikációnak van szerintem nagyon nagy szerepe, hogy hogyan kommunikálom azt, hogy nekem segítségre van szükségem. Tehát én lehetek nagyon kedves, és nagyon udvarias, és minden egyebek, és egyébként én ezt tapasztalom, tehát hogyha én bemegyek egy boltba, vagy egy postára, vagy akárhova, bármilyen hivatalos ügyet intézni, és én tényleg azzal a szándékkal állok oda egy ügyintéző, vagy egy eladó elé, hogy ne haragudja nekem, most segítségre lenne szükségem, és ezt is ezt szeretném, és tök érdekes megfigyelni azt, hogy ők vannak a legjobban meglepődve azon, hogy én így megyek oda. Mert hogy általában valószínűleg nem ehhez vannak hozzászokva, de soha nem történt még olyan, hogy én így oda mentem volna bárhova, és azt mondták volna, hogy nem segítek. Azt vettem észre, hogyha az ember, ahogy te is mondod, kedvesen megy oda, mosolyog is, akkor először meglepődnek az emberek. Igen. Tehát ez egy szomorú dolog egyébként, hogy ezen meg kell lepődni, hogy most olyan világot élünk, hogy a mosoly és a kedvesség az már megdöbbentő. Most nem egy társadalom kritikát, mert szeretném egy szociológiai vizsgálatot itt elkövetni az elkövetkezendő percekben, órákban, de ez ugyanígy tartozik ehhez a témakörhez valahogy, hogy segíti. Igen, és egyébként tök érdekes ilyenkor megfigyelni azt, tehát amikor én így megyek oda egy emberhez segítséget kérni, hogy valahogy ő akkor kizökken abból a szerepéből, hogy ő egy eladó, vagy egy pénztáros, vagy bárki, hanem ő is egész egyszerűen ember lesz. És tényleg tök érdekes megfigyelni, és sokkal gyorsabban megoldódik. Tehát amikor ember-emberhez kapcsolódik, és nem pedig vevő-eladóhoz, vagy akármi, akkor sokkal könnyebben zajlanak a folyamatok. Most van a segítségnyújtás. Vagy még mindig nem? Legyen a segítségnyújtás. A segítségnyújtás ugye...
akkor okozhat problémát, hogyha ezt nem önzetlenül tesszük, hanem különböző elvárások is támasztódhatnak ugye ezzel szemben, hogy mit is fog várni a másik akkor, hogyha ő ugye segítséget nyújt. De ez csúnya, nekem ez nem tetszik, ez olyan business ízű, olyan üzleti jellegű az egész. Tudom, hogy létezik ilyen, és ilyen 21. század, én ebben nagyon-nagyon csúnya példákat is hallottam, hogy most nem ide tartozik, de ennek rossz az illata, nagyon. Igen, mondok még egy ilyet. A megfelelés, mint jelenség is ugye meg tud jelenni ezekben a segítségnyújtásos folyamatokban, amikor ugye azért segítek valakinek, mert ő elvárja ezt. Itt megint megjelenhetnek ezek a szülő-gyerek kapcsolatok, vagy én fölneveltelek, akkor neked kötelességed az, hogy akkor nekem időskoromban engem kiszolgálj, vagy elmenj nekem a boltba, vagy bármi. Illetve van egy olyan oldala is, és ebből rengeteg ilyen van egyébként, akik szeretnének valamiféle pozitív visszacsatolást kapni egy általuk szeretett vagy elismert embertől, és ezért bármiben nyújtanak neki segítséget. Még akkor is egyébként, hogyha ez az ő nézeteikkel, az ő időbeosztásukkal, az ő vágyaikkal, vagy terveikkel, vagy bármivel is szöges ellentétben áll, és ez egy olyan folyamat, ami nagyon-nagyon könnyen el tud menni egy olyan irányba, amikor ott elveszik az egyén. Tehát az egyénnek a gondolatai, a vágyai, tényleg bármi, amit ő szeretne. Nem ő saját maga nyomja el magát. Dehogy nem. Saját maga nyomja el magát. De nem a külső. Olyan döntés, nem a külső ember fogja ezt megtenni. Ez az ő vállalása, ez az ő döntése, hogy ő már pedig ezt meg fogja csinálni a másik embernek. Legyen az a főnöke, legyen az a férje, a felesége, az anyukája, az apukája, a gyereke, vagy bárkie. Akkor én áldozat szerepbe viszem be magam. Egy áldozat szerepbe viszi magam. Az anyukák azok nagyon hajlamosak ebbe a szerepbe belekerülni, mert hogy mindig kiszolgálom a másikat, mindent megteszek a másikért, de ebbe bele lehet betegedni. De párkapcsolatok mennek ezen el. Igen, ez így van. Tehát itt most értettünk a szexualitást elkezdve nagyon sok minden mást is. Igen, mert hogy ott az egyén és az egyénnek a vágyai, az érdekei, azok szóba sem kerülnek egyébként. Együtt élnek 30 évet úgy, és akkor még együtt éltek, hogy nem is voltak boldogok valójában. Igen, viszont ez ugye a másik embernek is a felelőssége, hogy egyrészt ezt vegye észre, és hogy ne engedje, hogy ez megtörténjen. És hogy igenis legyen kíváncsi arra, hogy az az ember, aki egyébként ugye ezt a folyamatot csinálja, hogy ő mire vágyik, hogy ő neki mi lenne a jó. Mert hogy minden ilyen helyzetet meg lehetne egyébként oldani úgy is, hogy... Ha ismerem a másikat. Hát igen. Akár úgy. De, bocsánat, azt hiszem nagy titkot nem fogunk elárulni ezzel, hogy ez majd egy tervezett külön téma is. Úgyhogy. Na menjünk tovább, akkor nézzük a segítségkérést. Segíts kérlek! Igen, tehát a segítségnyújtás az ugye jöhet hivatalos segítőktől is, vagy bármilyen szakembertől, tehát itt beszéltünk akár egy vízvezetékszerelésről, vagy bármiről, aminek ugye a mai 21. századi módja az, amikor valóban pénzért tudom azt, hogy mennyibe kerül, ezt én kifizetem, vállalom, és akkor ezt egy tiszta folyamatnak tekintjük így a mai világban, azt gondolom. De aztán ugye megjelenhet az is, hogy mi van akkor, hogyha valaki úgy ajánlja fel nekünk a segítségünket. Úgy akar segítséget nyújtani, hogy mi ugye nem kértük ezt a fajta segítséget. De hogy ő jön és felajánlja, és önzetlenül teszi ezt, és egész egyszerűen azért teszi, mert hogy látja, hogy a másiknak szüksége van erre a fajta segítséget. Nem tudom, te hogy vagy vele. Én ezt megpróbáltam egyszer-kétszer. Sőt, folyamatosan megpróbálom. És néha az az érzésem, hogy majdnem, hogy tehát itt azt gondolják, hogy itt nekem vannak problémáim, tehát a gondolkodás mértembe, tehát inkább most nagyon udvariasan fogalmaztam magammal szembe, tehát magyarul bolond vagyok. Igen, ezt egyébként azok az emberek fogják rólad mondani, akiknek problémájuk van azzal, hogy ők elfogadják a segítséget. Mert hogy az első gondolatuk az ilyenkor valószínűleg az, hogy nekik ez mibe fog kerülni.
fogják-e tudni viszonozni neked ezt az egészet, és hogy nem feltétlenül hiszik el, hogy ez teljesen önzetlenül történik ez a segítségnyújtás. Még akkor sem, hogyha egyébként egy olyan kapcsolatban történik ez, ahol mondjuk a szeretetnek, vagy egy barátságnak, vagy egy bármi és minek kéne jelen lennie. Ez nekünk speciális egyébként szerinted Magyarországon, vagy Európában, vagy a mi kultúránkban ez a segítség elfogadásnak a hiánya, vagy nehézsége, vagy... Ezt csak azért kérdezem, mert nekem volt egy személyes példám, a nagyon szeretett nagybátyám, ez nekem sokszor Amerikában élt, és sajnos már elvesztettem, nagyon sokszor mondta, hogy öcsi, engedd meg, hogy segíthessek, engedd meg, hogy adjak. Ti ezt nem tanultátok meg annyira, hogy engedd meg, hogy én jól érezzem magamat azáltal, hogy tudtam segíteni, hogy tudtam adni önzetlenül, nem azért, mert bármilyen érdekből, csak szerettem volna örömet szerezni. És ezt nem, nekünk ez nem megy. Aztán megpróbálkoztam, aztán ment már. Igen, ezt felejtjük el talán akkor, amikor nem akarjuk elfogadni a segítséget, hogy egyébként a másik oldalon annak, aki a segítséget nyújtja, ez egy jó érzés. Tehát, hogy ő ezt tényleg szívesen csinálja. Főleg, hogyha mondjuk egy olyan területben, vagy egy olyan dologban kérem a segítségét, amiben ő viszont tényleg jó. Tehát nekem vannak például ilyen barátaim, akik tudom, hogy milyen típusú területeken jók, amiben én mondjuk nem vagyok jó. És mondjuk az elmúlt néhány évem az megtanított engem arra, hogy sokkal előbb és sokkal könnyebben végzek el dolgokat, és nem kell nem tudom mennyi időt az internet előtt töltenem ahhoz, hogy én kitaláljam és elolvassam, és nem tudom, és akkor még mindig nem biztos, hogy fogom tudni alkalmazni azt a dolgot, amit olvastam, mint hogyha oda megyek ehhez az ember, és azt mondom neki, hogy figyelj, szállj rám egy órát akkor, amikor ráérsz, és akkor üljünk már le, beszélj, mondd már el, hogy mit gondolsz erről a dologról. És tudom azt, hogy én ezeken a beszélgetéseken mindig jegyzetelek, tehát így sokszor nevetnek rajtam, de én ilyenkor így mindig jegyzetelem azt, amit mondanak, mert hogy annyira jó dolgok, és neki ez teljesen természetes. Ezt meg akarod tanulni egyébként te? Megtanulni nem biztos, hogy meg akarom, de hogy azokat a tanácsokat, amiket én tőle kapok, azokba én viszont beleállok. Tehát, hogy én azokban tényleg úgy csinálom, és akkor, és azon a módon, ahogy ő nekem azt elmondta. És ezeknek mindig van eredménye. És akkor itt jön az, amiről még nem beszéltünk, hogy én ilyenkor mindig visszacsatolok, tehát ilyenkor mindig elmondom, hogy figyelj, ez is ez lett a következménye annak, hogy megfogadtam a tanácsodat, és egyébként hálás vagyok, és köszönöm szépen, hogy ezt így megtetted. És ez nyilván annak is egy nagyon-nagyon jó érzés, aki nyújtotta ezt a segítséget, meg nekem is egy jó érzés, egyrészt, hogy volt kihez fordulni, másrészt, hogy nem maradtam egyedül, ugye ebben az egész problémában, és hogy előre tudtunk haladni. Nem rekedtem meg megint egy helyzetben, hanem lehet tovább menni ezen. Ez a visszacsatolás nagyon-nagyon fontos az élet minden területén, hogy ez a közösségtantól elkezdve az orvostanáig mindenhol megjegyzik. Nekem volt egy nagyon érdekes élményem, ezt elmesélem most itt, nem a saját szentélyoltásom ügyében. Budapesten vásároltam egy elektronikai szaküzletbe, szép nagy piros logója van, meg fekete is, és nagyon kedves volt a kiszolgálás, utána volt egy problémám. És megoldották az ügyfélszolgálaton nagyon gyorsan a problémámat. Én mondtam, hogy én kérném a vásárlókönyvét. Akkor ott mindenki szívromot kapott, hogy úristen, hogy most mi fog történni? Én elkértem, és beleírtam azt, hogy én nagyon-nagyon elégedett vagyok ebből a munkatársukkal, szeretném megdicsérni, és köszönöm azt, hogy így járt hozzám. És akkor el is búcsúztunk. És egyszer csak rá egy hónapra, vagy két hónap múlva kaptam egy levelet ettől a társaságtól, hogy nagyon-nagyon szépen köszönik azt, hogy én ezt bejegyeztem, és a munkatársukat megjutalmazták, és kitüntetésben részesítették azért, és ő lett a hónap eladója emiatt. De itt fontos a visszacsatolás, tehát úgy, hogy megkapta a pozitívat, nem csak adni, mert azért hajlamosak vagyunk arra, hogy sokszor a negatívat mondjuk el, mint az, hogy hát... És abban gondolj bele, hogy ez az eladó, meg bárki olyan kollégája, aki hallott erről az egész történetről, mennyivel másabb módon fog hozzáállni ahhoz, a segítségkérőhöz, aki legközelebb odafordul hozzánk. Egészen más lesz. Igen, tehát valahol... Visszatérve itt a segítségnyújtáshoz, hogy valahol tudatosan kéne keresnünk egyébként azokat, vagy esetleg a segítség elfogadásáról beszéltünk, ugye, tehát tudatosan kéne keresnünk azokat a lehetőségeket, azokat az embereket, azokat a helyzeteket, akik nekünk tudnak megoldást javasolni,
És ehhez fontos lenne az, hogy beszélgessünk az emberekkel, hogy kérdezzünk, hogy legyünk nyitottak ezekre a lehetőségekre, vagy akár csak másoknak az ötleteire. És hogyha csak annyit csinálunk, hogy meghallgatjuk ezeket, és nem kell rögtön mindig mindenkinek igent mondani, hanem egyszerűen csak gondoljon végig azt, hogy ez most nekem, ez az enyém, vagy nem az enyém, ezt ebben én komfortosan, vagy jól tudnám magam érezni, vagy nem. És akkor már előrébb tartok a folyamatomban, mint ahol előtte voltam. Ugye az internet vagy bárminek a segítségével, meg ez még inkább fölgyorsulhat, még szerteágazóbb lehet az az ismeretanyag, ami felé én el tudok indulni, és most nem arról beszélünk, hogy akkor én az internet által nem tudom milyen szakértővé válok, mert nem kell, hogy azzá váljak, csak egyszerűen halljak egy módszerről, halljak egy lehetőségről, és akkor utána keressem meg az ahhoz kapcsolódó szakembert, és tőle kérjem azt a fajta segítséget, amire én esetleg rá. Értelemben ez maximálisan hasznos itt az internet, megnézzük, utána járunk, stb., de akkor a következő lépés az mindenképpen az, és erre már korábban is azt hiszem, hogy beszéltünk az előzőekben, hogy mindenképpen a szakembert azt találjuk meg. Igen. Tehát ez csak egy ilyen kick-off, tehát egy elindulási pont legyen az internet. Igen. Hát ne gondoljuk azt, hogy akkor mi mindig minden területen maximálisan szakértővé tudunk válni, mert valószínűleg nem fogunk. Én régebben sokszor követtem azt, hogy nekiálltam valamit megcsinálni, és dolgoztam rajta, megnéztem, hogyan kell, csináltam, és a végén biztos, hogy elrontottam a 100%. És nekem ez évtizedekbe került, őszintén mondom, azt mondtam, nem, én ezt nem fogom saját magam megcsinálni, mert úgyis el fogom rontani a végén, és akkor jön egy szakember. Igen, ez azért a férfiaknak, illetve az ilyen nagyon, nagyon tudatos és nagyon erős nőknek szokott egy ilyen sajátossága lenni, hogy ők azt mondják, hogy majd ők egyedül, és hogy ők mindent egyedül, mert hogy ők annyira erősek, és annyira jók, és annyira nem is az, hogy tökéletesek, csak hogy nekik megvan minden képességük ahhoz, hogy ezt bármiben, megoldást tudjanak találni. Aztán, amikor ott állnak évek óta egy bizonyos helyzetben, amire nem találnak megoldást, akkor vagy mernek utána segítséget kérni, vagy nem. De igen, van egy olyan réteg, akik azt mondják, hogy majd én egyedül. Uh-huh. De nem lehet mindig mindent egyedül. Dori, van egy olyan terület, amit meg lehet határozni, hogy a legnehezebben kérnek segítséget? Tehát amint én látok, vagy érzékelek, az, hogy az emberek legnehezebben az addikciós problémáikat merik más elé tárni, megbeszélni, inkább küzdenek vele saját maguk, és sajnos megy egy folyamatos lecsúszás. Most itt gondolok itt az alkoholizmustól elkezdve, körülöttünk van a kábítószertől elkezdve, csomó minden más, Isten ugye hány addikció van, most nem akarok ebbe kötődés kitérni. Van különbség ezek között, hogy amit legnehezebben volna be, vagy teljesen mindegy, ez mindenkinek a saját maga? Igen, mindenkinek a sajátja. Tehát mindig mindenkinek a saját problémája a legnehezebb, a legfájdalmasabb, a legtöbb negatív élményehez kapcsolódik. És teljesen mindegy, hogy itt most milyen problémáról beszélünk. Ez lehet egy szexuális ügy, lehet egy bármilyen függőség, de lehet ez egyszerűen csak annyi, hogy engem nem szeretnek a szüleim. Tehát, hogy ez egészen szerteágazó, hogy milyen téma. Egyébként ezt mindig látom, hogyha ilyen semmi beszélgetéseken vesz részt az ember, hogy mindig visszamegyünk a gyerekkorba. Tehát nézzük meg, hogy mi történt ekkor, mi történt akkor, hogy az ember hozza onnan egy sérüléseket. Ez is téma lesz majd a következő beszélgetéseink valamelyikében, biztosan. Mindenképpen, mert hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok tévhit van egyébként a köztudatban. Igen. Uh-huh. Lassan összegezés azért. Igen, nem? Összegezzük egy kicsit ezt az egészet, amiről itt ma beszélgettünk. Ugye abban maradtunk, vagy az volt így az egyik fontos üzenete szerintem a mai beszélgetésünknek, hogy ez a segítségkérés, a segítségnyújtás és a segítségelfogadás, és ezek tanulható folyamatok. Ezek bármikor el lehet kezdeni ezeket tanulni, teljesen mindegy, hogy hány évesek vagyunk, vagy hogy éppen milyen helyzetben vagyunk benne. A szándék legyen meg bennünk az iránt, hogy akarunk változtatni a dolgainkon. Mivel tanulható ez a folyamat,
És ha már a gyerekkort említetted, óriási felelősségünk van nekünk felnőtteknek, nekünk szülőknek abban, hogy megtanítsuk a gyerekeinket arra, hogy merjenek segítséget kérni. Ma mielőtt leültünk itt beszélgetni, pont a lányom kérdezte, hogy mi lesz ma a téma, amit így fel fogunk venni, és mondtam neki, hogy a segítségkérés, segítségnyújtás, elfogadás. Nekem most tök jó lenne itt lenne. Igen, anélkül, hogy ugye kérdeztem volna az ő véleményét, vagy rálátását, ő így kapásból elmondta magáról, hogy szerint ő nem tud segítséget kérni, viszont felsorolt egy csomó olyan felnőttet maga körül, akikről viszont ő a kis 9 éves gondolataival meg tudja állapítani azt, hogy ja, hát ő viszont igen, mert hogy ilyen is ilyen helyzetekben tök jól feltalálta magát, és hogy milyen jól megoldott különböző helyzetekben. Ez valójában egy minta neki ez. Ez egy óriási minta. Ez igen. Segítség. Igen, de nyilván benne is van valamilyen gát, amit majd vagy az idő, vagy valamilyen szituáció, vagy egy segítség neki is meg fog tudni oldani, és neki is fog tudni egy olyan irányt mutatni, ami ugye őt is előre viszi. Minden folyamat sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb, sokkal kevesebb idő és energia ráfordítással jár akkor, hogyha merünk segítséget kérni. Tehát nem mást, hanem a saját helyzetünket fogjuk megkönnyíteni azzal, a saját elakadásainkat, a saját megrekedéseinket tudjuk megakadályozni azzal, hogyha merünk segítséget kérni és segítséget elfogadni. Mert hogy tényleg, amit így beszélgettünk is, hogy abba gondoljunk bele, hogy mennyire jó érzés a másik embernek az, hogyha segíthet. És ha már ez a gondolat bennünk van, akkor, amikor mi segítséget kérünk, akkor lehet, hogy ez is előre mozdíthat minket abban, hogy merjünk segítséget kérni. És hogy minél többször gyakoroljuk ezt, minél többször próbáljuk ki, hogy milyen is az, amikor mi segítséget kérünk, vagy éppen segítséget elfogadunk, akkor ez egyre inkább egy természetes folyamattá válhat, és hogy tényleg aktív részesei lehetünk ezáltal az életünknek. Ez az egyik legfontosabb az, hogy tényleg az ember ezt meg tudja élni, hogy ne a saját életének a statisztája legyen, ne legyen statiszta a saját életében. Tudom, hogy neked lesz egy nagyon jó zárszavad, én is egy kicsikét körbe tekintettem, és nálam sokkal okosabb vagy ismertebb embereknek néhány gondolatát, két gondolatot szeretnék megosztani, illetve van egy olyan szép, amit ugye a magyar nyelv akár megfogalmaz, hogy ahol nagy a szükség, közel a segítség. El is felejtettem, ezt pedig régen sokat hallottam. Igen, de abba gondolj bele, hogy ennek is azért milyen nagy mondani valója van, mert hogy ahol nagy a szükség, tehát ahol már nagyon nagy a baj, ott fog közel lenni a segítség. De hogy nem kell megvárni ezt, hogy ekkora legyen a baj. Jó? Tehát, hogy a mai világban meg aztán végképp nem ez volt az üzenete. Igen, tudom, de hogy van ennek egy ilyen oldala is szerintem, igen. Hogy nem kell megvárni azt, hogy óriási legyen a baj, mert hogy segítséget az elején is lehet kérni a folyamatnak. Hát igen, van, aki orvoshoz sem mer elmenni, mert Atya Úristen, mit fog én ott hallani. Igen. Tehát. Igen. Aztán van a másik Arnold Schwarzeneggertől. Akár egy reggeli rutinról, filozófiáról, vagy edzéstipről, vagy akár csak egy motiváló mondatról van szó, amely segít végigcsinálnunk a napot, nincs olyan ember ezen a földön, akinek ne jönne jól egy kis külső segítség. Szerintem ez rendben van. És még egy, akit kedvelek nagyon, Müller Péter, ha jól figyelsz, rájössz arra, hogy a legtöbb értelmi magyarázat, akár utólagos is, szívvel, tapintással, ösztönnel, szaglással, iklettel és bölcs teljesítudattal látni kell. Egy jó szó, egy időben nyújtott segítség, vagy egy őszinte csók értékesebb lehet, mint egy tudományos értekezés, és valódibb is. Így van. Pont a személyes jelenléte is, pont az érzések bekapcsolása miatt is. Igen, az én gondolatom, nem találtam meg, hogy kinek a gondolata volt eredetileg, de azt gondolom, hogy egy jó zárszó lehet így a mai beszélgetésünknek. Ez pedig a következő, a szenvedés addig szükséges, amíg rá nem jössz, hogy szükségtelen. Ez jó, ez tetszik. Mondd el még egyszer. Tehát a szenvedés addig szükséges, amíg rá nem jössz, hogy szükségtelen. Hát, kedves velünktartók, reméljük, hogy nincsenek egyedül, nem voltak egyedül, hiszen ez a kis beszélgetésünknek a célja, és akkor egy hónap múlva visszatérünk. Köszönjük, hogy velünk vannak. Köszönjük.